Jó napot kívánok, ez itt a Kibeszélő. A mai adásunk első feléből megtudhatjuk, hogy ki is volt valójában Benyovszky Móricz, mennyit tudunk róla és hogyan ápoljuk emlékét. Majd beszámolunk arról, hogy egy Budapesten örökségvédelem alatt álló műemlék elnyerheti a világ legszebben felújított épületének nívódiát. Végül pedig a stúdióba várjuk Marcelinát, aki jótékonysági koncertsorozatra készül, tartsanak velünk. Benyovszky Móricz még 40 évet sem élt, mégis a leghíresebb magyar utazók között tartották számon. De igazából ki is volt Benyovszky, erről kérdezem Kubalsák Jánost, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóját. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdi csak valami tisztelettel köszöntöm Önt és a nézőket. Benyovszky Móricz a 18. század egyik legkalandosabb sorsú magyar utazója, földrajzi felfedezője volt, aki 4 kontinensbe kiterjedően hagyott nyomokat maga után, Európában, Ázsiában, Afrikában és Amerikában, az Amerikai Egyesült Államokban. Részt vett a lengyel szabadságharcban, a lengyelek is saját szabadsághősüknek tekintik. Hát sőt, mi több ugye vita van arról, hogy most ő lengyel volt, vagy szlovák volt, vagy igen, magyar, hogy most már a lengyelek is beszálltak ebbe a körbe. Ez így van. Így van, ahol úgy emlegetik, hogy lengyel szabadsághős, szlovákok is a magukénak képzik, és nagyon sokat emlegetik így. De én azt gondolom, hogy az, hogy a szülőhelye Verbon van, az még a nemzetiségi hovatartozása nem meghatározó. Hívják őt ugye Madagaszkár királyának, és most mi az igazság? Abban az értelemben nem tekinthető királynak, mint az európai királyi házak uralkodó, hiszen egészen más társadalmi rendszer volt ott, de valóban Észak-Madagaszkáron, ahol ő hosszabb időt töltött, ott fejedelemként tisztelték. És hát el kell mondanunk, hogy ő az, aki a kamcsatkai bolsevszki kiáltványban olyan szabadságjogokat fogalmaz meg, amelyek a későbbi Pugacsov felkelésben, dekabisták felkelésében is szerepet kapnak, és ő az első, aki eljut Tajvan szigetébe, Formozába, a Csuankung Cse tajvani kutató a közelmúltban egy könyvet publikált az ő tajvani tartózkodásából. Eljutott az Amerika Egyesült Államokba, kapcsolatban állt Benjamin Franklinnal és George Washingtonnal is, az amerikai kongresszusi könyvtár kézirattárában őrzik az ő eredeti leveleit, és a Philadelphiai Filozófiai Társaságban. Ugye tavaly volt Benyovszky emlékév, és ugye ön is a bizottságnak a tagja volt. Nagyon-nagyon sok új eredményt sikerült elérni, expedíciók is voltak. Picit, ha erről be tudnánk számolni a közönségnek, ugye rengeteg új dolog is napvilágra került. Nagy öröm volt számunkra, hogy ismét figyelmet kapott Benyovszky, és nagyon helyes, hogy az érdeklődés középpontjába került ő. Külön Génémet György Gyubát szeretném megemlíteni, aki a Magyar Madagaszkári Benyovszky emlékével alapított társaság vezetőjeként, mozgató motorjaként nagyon sokat tett Benyovszky emlékének a hazai és a külföldi megőrzéséért. Táncjáték született és egyéb alkotások is. És meg kell említenem azt is, hogy az ő érdeme, hogy a British Museum könyvtárából sikerült megszerezni azt a mikrofilmen őrzött emlékiratot, amit a Kossuth kiadóval együtt ő megjelentetett, és az Országos Széchenyi Könyvtárban csodálatos munka volt Vilmos úrnak a szerkesztésében. Hát ez az ő Benyovszky életi 1783-ban, 84-ben készültek ezek emlékiratok. Az első megjelenésük halála utára tehető 1789-ben Dublinban és Londonban jelentek meg először, majd később, egy évvel később Berlinben és Tübingenben németül. 1794-ben pedig megjelentek Stockholmban és Hollandiában is. Milyen újdonságok derültek ki, amik mondjuk eddig nem voltak? Hát az emlékév, kapcsán a megemlékezéseken nyilván volt a fő hangsúly, de ezt megelőzően azért voltak tudományos kutatások, eredmények is. Éppen a Magyar Földrajzi Múzeumban egy nemzetközi konferenciát rendeztünk, amelynek a kötetében francia, amerikai, szlovák kutatók és ottani források alapján egy teljes Benyovszky képet próbáltunk adni, de a magyaroknak is ebben komoly szerepük volt. Itt Balázs Dénes nevét említeném meg, aki Bozottak szíva Madagaszkáron című munkájában számolt be azokról a helyszíni terepkutatásokról, melyeket Benyovszky nyomán őrzött. És külön kell szólnom arról is, hogy Krizsán László feltárt oroszországi dokumentumokat, és Viera Pavlikova pedig szlovákiai dokumentumokat, és külön kell beszélnem Dojcsák Győzővel, aki foglalkozott Benyovszky feleségének amerikai utazásával. Ő volt ugye az első hölgy, aki Amerikában járt, első magyar hölgy, ugye Benyovszky felesége. Így van, Hőn Zsuzsanna az első magyar hölgy, akiből bizonyíthatóan tudjuk, hogy
Baltimoreban, Bostonban élt, és Benyovszky Moritz feleségeként került ki, majd Benyovszky halál után visszatért a hazájába, a szülőföldjéből. Viszont van egy friss is, ugye Csékes volt, nemrégiben tért vissza Madagaszkáról, ahol szinte hasonló kutatásokat végzett. Ő mikre jutott? Egy pici érdekességet áruljunk el. Hát Csékes volt, munkásságát én nagyra becsülöm, hiszen ő nem először járt Madagaszkárban, és érdekes filmeket is készített Benyovszky Magasok földjén. Ő arra fókuszált, arra figyelt elsődlegesen, hogy az erődítmény, illetve az északi területeken való tevékenység nyomai hogyan maradtak meg, illetve hogyan élnek a magasok tudatába. Emlékeznek még rá? Hát vannak, akik ezt számon tartják, több helyen utca van elnevezve Benyovszkyból. Tehát a magasok körében ő egy tisztelt és megbecsült személyiség, akár csak a tajvaniak, vagy a lengyelek, vagy az oroszok, vagy a szlovákok, vagy az amerikaiak körében. Mindenhol hagyott nyomot. Persze van, ahol kritikával illetik a munkásságát, van, ahol aranyszájú hencegőként, kalandorként, vagy szélhámosként is emlegetik, de ez nem baj, ez egy más... Hogy hol mit ez így van, így van, így van, de az eredményeit, az értékeit azért nehéz kétségbe vonni, és ha ezeket összevetjük, akkor azt kell mondanunk, hogy a mérleg pozitív serpenyője sokkal súlyosabb, mint amit kritikaként mondanak. Mi mást is mondhatnánk szerintem most ebben a beszélgetésben. Viszont vele érdekes dolog, hogy ugye neki a sírja nem egyértelmű, hogy az hova. Tudjuk már pontosan, hogy valójában ezt, ő hol nyugszik? Ezt pontosan nem tudjuk. Rufi Péter volt az első, aki a Világaim című riportkönyvében és a Magyar Nemzet hasábjain hírt adott Benyovszky sírról, de hát ő sem járt a helyszínen, neki sem voltak erre pontos adatai. Egy sírkő volt egy kis magas temetőben, amit Benyovszkynak sírhelyeként tulajdonítanak. Számos francia jelentés van arról a helyszínről, ahol ő életét vesztette, pontosabban ahol őt agyonlőtték. Ő szembe került a francia érdekekkel, és egy francia büntető expedíció katonái kioltották az életét. Ez tény, ez bizonyítható. De az, hogy hova került a holtteste, ez nem. Balázs, van arra esély, hogy ez még kiderül? Nem tartom valószínűnek. Nem tartom valószínűnek, elég nagy területről van szó. Balázs Dénes kutatta részletesen levéltári forrásokat és terepadatokat összevetve. Számos egymásnak ellentmondó adat volt. 200 év távlatából ezt nagyon nehéz az ottani viszonyok között minden kétséget kizáróan bizonyítani. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az ő munkásságának az értékei, a kincsei, amiket hátrahagyott a leírásokban, amiben nagyon sok értékes földrajzi adat van, és ő az, aki Madagaszkár északi tájának a földrajzi megismerését kezdeményezte. És ezek a tudományos értékek azért maradandóak. Maradandóak. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és még rengeteg mindent lehetne erről beszélni, remélem, hogy legközelebb sort kerítünk erre is. Világelső lehet a magyar örökségvédelem. Nemzetközi szakemberek csodálják a magyar fejlesztők műemlékvédelmi megközelítését. Jótékonysági koncert. Visszatér Magyarországra Marcelina. A világ legjobb műemlékvédelmi helyreállításának járó névodíjat egy magyar fejlesztés a nemrégiben megújult Váci 1 nyerheti el a FIAPCI nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázaton. Nézzük is meg, hogy hogyan néz ki az épület ma. A világverseny eredmény hirdetésére pedig Andorrában kerül sor, majd május 26-án. Köszöntöm Kovács Attila építészmérnököt, aki nekünk erről bővebben be fog számolni. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást. Na mi is ez a FIAPCI díj, és mitől olyan nagyon rangos? Miért lenne ez nekünk nagyon jó, ha megnyernénk? A FIAPCI díj, nemzetközi ingatlanfejlesztési névódíj, egy párizsi székhelyű
olyan szervezet, amely gyakorlatilag már több mint 60 éve létezik. Nagyon sok ország világról 65 ország a tagja, és minden évben rengeteg kategóriában kiosztják a világ legjobbjának választott épületdíjait. Hogyan lehet erre pályázni? Valaki tanácsolja esetleg, vagy mindenki saját maga dönti el, hogy hú, ez az épület most nagyon jól sikerült, pályázzunk hát, ha mi nyerünk. Ennek a rendje úgy megy, hogy minden tagállamnak van egy saját országban egy szervezete, amely kiírja ezt a névódíj pályázatot. Erre aztán abban az országban mindenki saját maga pályázhat, azzal a fejlesztéssel, épülettel, amit ő az elmúlt évben elkészített. És itt Magyarországon van, ez minden országban, nálunk itt Magyarországon van ennek egy külön zsűrije, aki kiválasztja ugyanezen kategóriáknak a nyertesét. Ezek a nyertesek jogosultak arra, hogy megmérettessék magukat a világban. Egyébként ez még utána a pályázótól függ, hogy összeállítja azt a pályázati anyagot, részt vesz-e, és hát ez a rendje ennek. Azt lehet tudni, hogy milyen művekkel érdemes mondjuk pályázni erre. Tehát van erre, ugye erre az épületre hatalmas nagy összeg lett, hogyha jól olvastam, akkor 15 milliárd forint lett ráfordítva, ami azért borzalmasan nagy összeg, és nagyon-nagyon szép fejlesztés lett belőle létrehozni. Minden pályázónak ilyen hasonló nagy volumenű pályázata van? Egy épületekről beszélünk, valóban az összeg nagyon nagy, de egy épület vonatkozásában automatikus, hogy nagy számokkal számol. Egyébként nem az összeg dönti el azt, hogy ki pályázik, hanem igazából az, hogy amikor a megalkotója, a fejlesztője, építésze, kivitelezője úgy érzi, hogy ő egy olyat alkotott abban az évben, ami méltó arra, hogy ezen a versenyen részt vegyen. Beszéljünk egy picit az épületről, mi minden lett ezen felújítva, erről a konkrét épületről, a Váci utca 1-ről. Ezt az épületet 1915-ben építették, fejezték be, ez volt az első banki épület Magyarországon, és hát nagyon sok évig... A tőzsdepalota gyakorlatilag, így ismerik szerintem, még jobban, mint a címet mondunk. Igen, nagyon sokáig ugye banképületként működött, egyébként már eredetileg is volt benne lakásfunkció például, vagy természetesen az utcaszinten ugyanolyan üzletfunkciók, mint ami a mai napig van. És aztán az elmúlt években üresen állt az épület, és a mi cégünk Horizon Development kapta meg azt a lehetőséget, hogy ezt az épületet átalakítsa. Gyakorlatilag az eredeti funkciókat, bejáratokat, főbejáratokat, ezeket mind visszaállítottuk az eredeti helyére, minőségébe. Belső tereket, a műemléki tereket, amelyeket kellett, azt tovább restauráltuk, befejeztük, és minden utolsó olyan részletet, ami a mozaikablakok, azoknak a világításai, vagy akár részletek, stukkuknak a részletei, ezeket átalakítottuk. De párhuzamosan az épületet alkalmassá kellett tenni arra, hogy a 21. századnak megfeleljen. Na, ez az érdekes kérdés, mert ugye a műemlékvédelem az eléggé konkrét és határozottan kiáll, amellett, hogy mindenek úgy kell kinézni, mint az eredeti. Na, de milyen mértékben? Tehát mennyiben van itt szabadság, mennyiben lehet módosítani az eredeti, akár alaprajzon, homlokzaton, vagy a belső tereken? Mit lehet, mondjuk esetleg lehet-e eredeti festéseket eltüntetni, vagy az eredetiben kell helyreállítani, adott esetben egy freskót mondjuk, ha találnak valahol, mert nem ritka. Szerintem rendkívüli mód felelősségteljes munka egy műemléképülethez hozzányúlni. Valóban ismerem azt a ágat, sokan úgy gondolják, hogy a műemléket ugyanúgy kell visszaállítani, mint ahogy az eredetileg meg lett tervezve, illetve föl lett építve. Én ezzel nem teljesen értek egyet. Azt gondolom, hogy a műemlékvédelem, minden műemlékvédett ház azt a részét, amely valóban értéket hordoz, azt vissza kell állítani. Ugyanakkor a mostani korunkban nekünk, ingatlanfejlesztőknek, építészeknek az a feladatunk, hogy hogyan tudunk ezekhez a műemlékekhez még értéket adni, és mondjuk a következő 50 vagy a következő 100 évre azt biztosítani, hogy a régi és az újnak az ötvözete az még jobb legyen. Mi a helyzet azoknál a házaknál, ahol mondjuk dokumentum nem igazán áll rendelkezésre, abban, hogy nézett ki a ház, illetve már annyira le van pusztulva, hogy már nem is nagyon lehet megmondani. Mennyire tudja egy szakember megmondani, hogy ez az adott törött dísz vagy épületrész, hogy nézhetett ki eredetiben?
Ezért nagyon komoly szakemberek vannak itt Magyarországon, akiknek az a szakmájuk. Ez hogy nyomozó munka. Hát nagyon komoly. Dokumentumokat fellelni, gondolom. Nagyon komoly, és azért tervtárakban, levéltárakban, meg egyáltalán a művészet történetben ezek felelhetők. Ha esetleg mégis van olyan, amit nem tudnak pontosan beazonosítani, azok az építészek, vagy azok a szobrászművészek, akik abban az időben dolgoztak, azoknak volt egy stílusuk, volt egy követendő példájuk, példaképük, és ezek alapján ezeket tudják azonosítani. Végezetül pedig egy mondatban, mikor és hol értesülhetünk arról, hogy megnyerte a Tőzsde Palota ezt a díjat? Május 26-án lesz Andorrában egy ilyen nemzetközi gála, ahol az országoknak a nyertesei jövünk majd össze, és ott lesz gyakorlatilag helyszínen. New York Times-ban, vagy hol lesz ez kihirdetve? Igen, másnap reggel fogjuk ezt, hát mi aznap este, de hát a nagy közönség másnap reggel fog erről hírt kapni. Nagyon drukkolunk, és köszönjük szépen, hogy itt volt. Mi pedig zenével megyünk tovább, most nézzük meg Marcelina tavaly készült klipjét. Az lehet, hogy átja lesz, és itt vagy én velem. Miért vágyom mégis úgy, hogy a holnap jöjjön el? Végtelen vágy az út, de nem mondhatom el. Így boldog nem leszel. Nekem ezt elhiszed, vagy nem hiszed. Gyújtsd felém a két kezed. Nekem a sztár, csak te vagy. Hallanál a hangodat, a sztár, de nem a színpadon. De nem bírtam, és visszatértem, hogy megkeresselek. Néha a képzelet a végtelenbe jár. Messze-messze száll, nekem ezt elhiszed, vagy nem hiszed. Marcelina újra Magyarországon. Június elején indul a Fehér Éjszaka koncert körútjára, amely egyben jótékonysági fellépést is jelent. Köszöntelek, szia Marcelina! Én is köszöntök minden kedves nézőt. Rengeteg minden van most körülötted, ugye most értél haza, no de nem véletlenül, hiszen van itt ez a jótékonysági koncert. Mi is ez pontosan, kiknek szól? Tulajdonképpen már tavaly elkezdtük szervezni ezt az egészet. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen hosszú kifutása lesz, de annyi háttérmunka van, és annyira ki kell találni, hogy ez tényleg hosszú távon működjön, mert a Marcelina PET annó már tartott jótékonysági koncerteket a Vakok Állami Intézetében, mert a mi billentyűsünk ugye vak volt, a Molnár János. Akkor innen jött, hogy a látássérülteket támogatjátok gyakorlatilag ezzel. Igen, és ugye én nagyon sokáig bejártam a világot, és az érzésem támad, hogy valamit azért kéne még letenni ebben az életben, ami hosszú távú maradandó dolog, és akkor jutott eszembe, hogy tartozom is a Janinak egy csomó dologgal, ha bár már nincs közöttünk, de úgy gondolom, hogy az ő emlékére ezt a tradíciót folytatni kellene, és ezért álltunk neki a szervezésnek. Volt olyan konkrét pont, vagy gondolom azért biztos fellépések alkalmával beszélgetettek, vagy mondott egy-két dolgot, hogy miben nehéz mondjuk nekik sok esetben? Miben lehetne segíteni rajtuk, amihez ugye pénz kell? Most konkrétan a Molnár Jánosra gondolsz, vagy most az új? Akár az új, akár a János, amiben tudott esetleg segíteni, hogy ötletet adja. Tulajdonképpen az, hogy egy zenekarban az egyik tag látássérült, ez egy teljesen másfajta életmódot igényelt aztán a mi zenekarunk számára is, mert ugye bejártuk a világot vele együtt. Hát volt például egy olyan sztori, tehát ő úgy élt a zenekarban, hogy nagyon sokan nem is vették észre, hogy ő vak, mert ugye mindig ilyen modern szemüveg volt rajta, és egy zenész, aki abszolút hallással rendelkező billentyűs, nagyon jó zenész volt, aki nagyon alkalmazkodott az egészhez, és mindig mellettem, vagy a Péter mellett, csak hozzánk ért, és ő abból érezte már, hogy merre kell menni. Beszéljünk egy picit a koncertről, ugye ez egy sorozat, több alkalom lesz, és kiket láthatunk, milyen extra produkcióval készültök, ha készültök, de én úgy sajtom, igen. Tehát június 3-án lesz a koncert, ez a Vakok Állami Iskolájának a csodaszép nádor termében lesz.
19 órakor, igen, itt a plakáton látszik a cím is. Kezemben tartom közben. Ajtósi Dürer sorban. És ez a www.marcellina.net-en részletek is olvashatóak. Az érdekessége a vendégei a koncertnek, hogy így mondjam. Első vendégünk Castagno Claudia, akivel most jöttem vissza Sanremo-ból. Ő ugye a te felfedezette, te indítottad el egy tehetségkutatón. Tulajdonképpen nem én indítottam el, mert ő gyereksztár volt Magyarországon, 5 évesen már sikerdala volt, a 13 milliós nézettsége van a YouTube-on, csak ő most már kinőtte magát, és nagyon gyönyörű hölgyé cseperedett, hogy így mondjam, 14 éves, és a Sanremo Fesztiválon a jazz kategóriában jelentkeztünk, és harmadik helyezetet hozott haza. Gratulálunk neki innen is. Ő lesz az első vendég, és a másik érdekesség a koncertnek az, hogy én tulajdonképpen egyetlen egy vokalista fiút, egy nagyon régi jó barátomat gondoltam, de a szervezés során összeismerkedtem ugye vakokkal, illetve gyengénlátókkal, akik nekem konkrétan a szervezésben segítenek, és ott dudoltak és énekeltek, és hogy ők gyakorolták az én vokálomat. Mondom, hogy ti gyakorolt. Hát, hogy őnekik volt valamikor egy zenekaruk, és ők ezt mind tudják. Na mondom, hadd hallgassam meg. Te olyan profik, úgyhogy most ők a vokálom. És mi a velük a közös munka? Hát izgalmas. Én ugye annak idején is a Janival, tehát nekem azért nem különleges, mert mi ezt évekig átéltük. Tehát én ugyanúgy kezelem őket, mintha semmi bajuk nem lenne, mert nincs is bajuk, és hogyha az ember olyan eszközöket juttat nekik, például a komputertechnikai segédeszközöket szeretnénk majd ajándékozni, az alapítvány, a Vakok Állami Intézetének az alapítvány. Kívánok nektek sok sikert. És nagyon gyorsan próbáltam mindent elmondani. És minél jobban sikerre jön ez a koncert június 3-án. Köszönöm hogy szépen itt a meghívást. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Ennyi volt már a kibeszélő. Végezetül pedig tekintsenek meg néhány témát a hétfői adásunkból, amikor is Ádám várja önöket. További kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra. OneCoin. Jó üzlet vagy átverés, a piramis játékok buktatói. Meddőség. Már férfiakat is érintő probléma, mi állhat a hátterében. Volt egyszer egy ifi park, 30 év után újra koncertsorozat a Várkert bazárban. A kibeszélő támogatója a Svitelsky, a jövő építő.